Mi Kassák első lapja a TET alapvetően egy radikális, háborúellenes folyóirat volt, és a folyóiraton keresztül közvetítették az alkotók, a szerkesztők a gondolataikat, addig a ma ennél több volt. A ma azt mondhatjuk, hogy a ma egy speciális intézmény volt a művészeti mezőn belül, ami nem csak egy folyóirat volt, hanem különböző tevékenységeknek, de a művészettel kapcsolatos tevékenységeknek a konglomerátuma. Tehát színiiskolát vezettek, festőiskolát indítottak, előadásokat, matinékat tartottak, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Galériát vezettek, volt két galériája is volt a MÁ-nak, először a Visegrádi utcában, ahol például a brassói születésű Matisz Tajcs János mutathatta be munkáit, majd később 19-ben a Ferenciek terén lett egy galériájuk. Ebben elsősorban külföldi mintáik voltak. A német Der Sturm vagy Die Aktion, amelyek hasonló jelleggel és hasonló formában működtek. Ezt a több lábon állást képviselték. Azt, hogy egy folyóirat több annál, hogy egy újság legyen. Tulajdonképpen egy brandet képviseltek. És ez alatt, a brand alatt sokféle tevékenységet folytattak. Azt mondhatjuk, hogy a korabeli művészeti mező autonóm pólusán a MA egy különleges képződmény volt, amely egyaránt egyesítette a non-profit és a for-profit működés formáit, annyiban, hogy a lap mindenképpen önfenntartó kívánt lenni, illetve be akar tagozódni abba a piaci helyzetbe, amely a korabeli lapok kínálatát jellemezte a 10-es években. Ez nyilván nagy kihívás lehetett egy olyan lap számára, amely az új művészet témáival, vagy az új művészet jelenségeivel kívánt foglalkozni. Ha vizsgáljuk a képzőművészeti anyagát a MÁ-nak, akkor azt láthatjuk, hogy egy meglehetősen eklektikus anyaggal állunk szemben, egy nagyon széles merítéssel és egy széles horizonttal, amely egyaránt magába foglalja a modernizmus nagy figuráinak a műveit, például Picasso-ét, Van Gogh-ét, sőt, még korábbra visszamenve Rembrandt rajzai is szerepeltek a MÁ-ban, illetve generációsan is a magyar művészet modern jelenségeiből generációsan is egy széles merítéssel dolgozott. Például Vasari János vagy Kenstock Károly műveit találhatjuk meg a MÁ-ban, vagy Galimberti Sándor, Bohacsekede, illetve Tihanyi Lajos képeit, aki 1918-ban egy fantasztikus portrét is festett Kassákról, de ugyanúgy megtaláljuk a kortárs avantgárd, nemzetközi avantgárd művészeit is, például a cseh Vincenz Benes, vagy az olasz futurizmus nagy figurájának, Umberto Bocconinak a munkáit, vagy a német expresszionista Franz Marc is szerepelt a MA címlapján. Ha megnézzük a MA vizualitását, a borítóját, a dizájnját, a tipográfiáját, akkor láthatjuk, hogy tényleg a korabeli lap kínálaton belül is egy teljesen sajátos színfoltot jelentett a MA. Tehát ha például megnézzük a Nyugat címlapját, amely 10 éves fennállás alatt szinte alig változott, ebben az értelemben egy konzervatív külsővel rendelkezett, addig a MA változatos dizájnjával, külalakjával, azzal, hogy fotókat tett, reprodukciókat tett Kassák a borítóra, kiszólt ebből a kínálatból, sőt, tovább is ment ennél, tehát nem csak ezzel a vizuális gazdagságával demonstrált, hanem megmerte változtatni a lap karakterét is, a lap orientációját. Tehát
Azt mondjuk, hogy 16-tól 18-ig irodalmi és művészeti lapként definiálta önmagát a lap. 18-ban a forradalmak hatására megváltozott, és aktivista társadalmi folyóiratként határozta meg önmagát, tehát mert változtatni nem csak a lap tartalmában, hanem a külcsinét, a külalakját tekintve is.